fogjatok előre, és akkor én rá fogom indítani. 5, 4, 3, 2, 1, rajt! És akkor kérem szépen Malomtól, Tour de Malomtól, Giro d'Italia 2020, és nyomják itt Várolai Katalin és Károly, ahogy az kell, valósan kerüljük a bolyákat. Az idő jelen pillanatban 13 másodperc, ugye egy perc, 45 másodpercet kell megdönteni. Eddig a legjobb idő, de Karcsék nagyon nagy tempóban elhajtak az első folyánál, és akkor így elkezdtek menni kifelé teljesen a tó legmesszebb levő pontjához, megtámadva így a matkacsákat. Ők még nagyon úsztak és néznek, ők is szurkolnak nekik, miközben aztán mindjárt nyomnak egy balos kanyart a második folyánál, kérem szépen. Az idő az telik, és ennyi a pillanatban 40 másodpercnél tartunk. Nem hallom a szurkolást, a venga-vengát, a kiabálást és a drukkot. Hát kőkeményen nyomják itt, kérem szépen. Toljunk rá a zenére és egy kicsit hát azzal inspiráljuk többieket. Miközben meglátom, közben Dobó Zoltán polgármesterről, és köszöntöm sok szeretettel. De az verseny még mindig folyik, Vízicsigák csapata. Kőkeményen, kicsit besavasodva már, de még mindig nyomják, ahogy az kell. Kevés a szurkolás, lehet az a baj! Nagyobb szurkolás, kérlek szépen! A zászló még mindig nem lobog a vízibiciklin, ahogy az kellene, de azért nyomják, 1.23-nál tartunk, tehát fáj a csúcs, már szerintem nem lesz. Gyertek, 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 gyertek! Még azt a bóját is meg kell kerülni, egy utolsó nagy taktikai húzás a kormányozás szempontjából, miközben egy 39-nél vagyunk. Lehet, hogy mégis meg lesz az 1.45. Gyertek, gyertek, itt az utolsó finish, utolsó 15 méter. Még az utolsó erőket még mozgosítjuk. És még akkor egy olyan 3 méter, 2 méter, 1 méter, és ebből a pillanatban vége. 1.57. Tapsot kérnék szépen a Vízicsigák csapatának. Ez jó. Na kérem szépen, felkészültetek? Oké, megvan az ítés, számolok vissza, 5, 4, 3, 2, 1, rajt! Nagy tapsos szurkolás kérnék szépen mindenkitől! Hogy pörögnek a kerekek? Egyenítek el egymást! Kérem szépen, nagyon nagy verseny! Kitolták a lányokat a srácok, nagy tempót nyomva haladnak előre. Ide kell hozzám jönni, hello, hello, ide hozzám! Nagyon jók a lányok, nem maradnak le, még bármi lehetséges. És most ebben a pillanatban átvették a hölgyek a vezetést. Gyertek beljebb, gyertek ide hozzám, nem abban az irányba, másik. Nem baj, én akkor is odaadom a csajoknak azt a csapatversenyt, és nagy tapsot kérnék szépen az első egy csajoknak. Nagyon jók vagytok. Onnan egyenesen kellett volna ide jönni, jók vagytok. Hoppá. Jó. Na. Első egy csajok akkor a döntősök. És akkor a lehabosok voltak, ők meg mennek a bronzéremért. Szervezőkkel, hogy mi legyen, jó? Nem a döntő, a harmadik. Hát a harmadik, a harmadik, úgy értek. Azt mondják, a szervezők kell menni még egyet. Csak most másképp álljatok ki a rajtnál, tehát aki eddig belül volt, azt menjen kívülről, a másra megkiabálni, de ezt az előtt szerintem már nem lehet behozni. Nyomjátok, 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 gyere csajok, gyere, buszcsúszó! Hajrá, 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 de még nagyon jönnek a csajok! És nem lehet elvenni, kérem szépen, nagy tapsot kérek! Na kérem szépen! Köszönjük szépen akkor ennyire a bombatukádának, és akkor Sirről a Györgyöt várnám majd ide a... Hozom a bátor hölgyeket és a bátor urakat, akik körbeúszták majd velem egyszer-kétszer-százszor a tavat.
titeket pedig arra kérem. Csodálatos pillanatokat fogunk eltölteni nem sokára a tapolcai tóban, mely vár minket, és gondolom a halak is be vannak már erre kódolva, hogy tudják, hogy ilyenkor nagy embersereg lesz itt. A kedvenc zenészek nem fáznak? Fáztok? Kicsit. Kicsit, tehát jó lesz egy dobszoló. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek újra közöttetek. Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és hajrá szilveszter, hajrá buri. Jó dolog egy sporttal, egy úszással kezdeni az utolsó napot is. Köszönöm. Egészségügyileg a 2020-as évre. Solás, egy kis fütyülés, és akkor kérném az úszókat, hogy kezdjék meg a fürdőzést. Megnyitottuk a kapukat, és megkezdődött csodálatos csomborásunk. Hajrá, nyomassátok! És akkor mindenki tegye meg a kis tiszteletkörét a tóba, és ahogy azt már megszoktuk, utána pedig az öltözőbe, melegedőbe várnak mindenki. Sok-sok ember, megkezdődött itt a halomtóba való fürdőzés, ahogy azt már megszoktuk, minden évben idén is, maszkokba, sapkákba, lovacskákkal. Yeah, gyertek, bátran nyomassátok, csopanjatok, és akkor alakuljon ki az a happy hangulat, ami szilveszterre jellemző, és szilveszterkor szokásos. Ahogy azt már megszoktuk, minden évben idén is, este is lesz szilveszteri parti Tapolcán, a főtéren, 7 órától indul a retro diszkózás, vagy lesz retro buli. Most pedig Balutó csobbalás, és kigyúrt testű, pasik, hada áll már kint a félkörön, csodálatos ugrás kombinációkkal pedig követik itt a fürdőzés. Tehát közel 100 ember van lesz a tóba. Csak most érkezik. A Bombatuk Ádámból is mindig van, hogy nagyon jó a víz. Tényleg ez jött le, teljesen felgetegesnek és jónak érzi. Csúsztatjuk az új évet, és készülünk rá a 2020-as évre. Tapolcán ez a móka, ez mindig egy kicsit így a szilveszteri különlegesség, hogy amúgy nem lehet fürdeni a tóba, ilyenkor pedig van rá lehetőség, hogy egyet merüljünk és csobbanjunk, túléleszünk magunkat, és kicsit hátrahagyva az elmúlt év gondjai problémáit, és csak egy kicsit a szórakozásra. És a bulira koncentráljunk.
nagyon bajkos lovakkal és fantasztikus csikósokkal járják itt körbe a tavat, autogramat osztogatva, pokémonokról és az egyéb gyalásokról. Úgyhogy szilveszter, móka, kacagás, buli. A fürdőzés, és akkor egy kicsit majd megint a nekünk. Jöttek mi? Neveztek itt a helyszínen, úgyhogy nagyon sokan készültek ismételten arra, hogy megmártozzanak a szóba. Német Emelia Annát várnánk majd ide a színpadra, hogy megszoktuk már a legjobb, legfiatalabb és legkorosabb embereknek adunk egy-egy emlőt. Thank you.
Na Isten, fogadok el! Majd csak a visszajött.